nem sablon alapján, saját magra, saját szájéze szerint az, ami valóban ő. És nagyon gyakran az a probléma, az emberek sablonból törnek ki rajzokat, és az nem ő. És az annyira lejön, hogy az nem ő, hogy kidobják az rajzokat. Ha viszont úgy írni egy olyan önéletrajzot, ami tényleg ő, és azt ő is informatív, és a munkátoknak tetszik, akkor nem esélye van. Hát a nagy gugus, az nem tudom, mennyire tapasztaltatok, de általában az álláskeresőknek a motivációs levél a gugus. Neki nem tudta az emberek a motivációs levelet írni. És ezt folyamatosan tanítani kell, és ez annyira problematikus ez a történet, hogy annyira stresszelik magukat, hogy ha megtanítottuk, meg sablontattunk, akkor sem tudtak. Tehát mert ez valamiért így belül volt a köztudatban, hogy ez nehéz. Na, képes megjelenni egy interjú. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan jelenik meg egy interjú egy ember, mert az nagyon nem. Egyébként ezt is tanítjuk meg. Tehát a munkavállalóinknak az is megtanítjuk. Sőt, minden állásinterjúra beszéltük kívni őket, amikor állásinterjú van ennek is átbeszéljük, hogy mit fog felvenni, hogy fog megjelenni, mikor kell megjelenni, kik kell keresni, stb. Például, ha egyszerű kérdés, bemegy valaki egy állásinterjúra, kapja egy lényeg, kettjet, mit kell vele tenni? El kell olvasni. És utána? Hát ha van kérdésem, akkor megfogalmazom. Hát de ha nincs kérdés. Elteszem. Vagy kint hagyom az asztalat. Kint kell hagyni az asztalat, pontosan. Etikett szerint nem rakunk el még egy kettet tárgyalás között. De ez nagyon fontos dolog. A tapasztalatokra vonatkozó adatok, iskolai végzettségek, kulcskompetenciák. Ma már a munkaerő piacon vannak olyan kulcskompetenciák, amik alapvetőek. Ha valaki ezzel nem rendelkezik, akkor ez nagyon kicsi az esélye arra, hogy normális munkahelyet találjon. A számítógép ismeret, valamilyen szintű nyelvtudás, stb. Stb. Tehát ezek itt megvannak most mindezek a képességek. Ki is dolgoztak olyan kérdőíveket, neten lehet találni egy csomót, amivel be tudja lőni egy ember, hogy pontosan milyen szinten is áll. Jelen van, elérte meg egy kerékvel. De majd mutatok egy ilyet, hogyha gondoljátok. Ez tényleg arról szól, ezt én a munkaajánlati laphoz is regeneráltuk, munkáltatók számára, mert a munkáltató sem tudja belőni. Ez kizárt, hogy be tudja belőni normálisan, ezért van az, hogy az állási hirdetésen 90%-ot benne van a tárgyalóképes angolnyelvtudás. Itt például az egyik munkáltató az nagyon sokat jártam, és mindenféle tréninget, tanácsadást, stb. Tartani, bele is ragadtunk, és őnálunk volt az, hogy irigálhatunk, és tudod, nálunk angol a kommunikáció nyelve. Ementünk, bementem a terembe, ott ült egy csomó ember, minden alkalom olyan kopátlan voltam, hogy most jelentkezzen az, aki nem érti, amit mondott. Soha senki nem jelentkezett, akkor én nem beszéltem. Tehát, hogy semmi értelme nincs, hogy a teremben mindenki magyar, akkor miért beszélt én angolul. Ez egy hülyeség. Úgyhogy kiderült, hogy például annál a cégnél volt egy ügyfele, attól a cégnél küldték el, mondta, hogy középfokú tárgyalási szint. Volt, mert ennél a cégnél dolgozott állítólag angol a kommunikáció nyelve cégen belül. Ennél a cégnél dolgozott 5 évig, az alatt az időszak alatt egyszer használta a nyelvtudását. Tehát innentől kezdve én ezt valószínűleg